Szeretném mindenkinek a figyelmébe ajánlani, hogy nem ez az egy polón van, hanem ez az, ha valaki ugyan ezt a setupot látja rajtam, az azért van, mert másfél órával ezelőtt, így van meg Dávid, persze, akkor ez azért van, mert másfél órával ezelőtt is streameltük a Signus Terror indítását, ami marhára látványos volt, nagyon sokan észletítek velünk élőben, és mindig egy hatalmasan nagy élmény. Talán hogy nézhetjük ezt is betonozás helyett. Hát van benne valami, mert ma is lesz szó betonozásra. de ki, ne, ki nem hagynánk. De akkor lássuk. Azt mondja, hogy messzi terület. Oké. Okay. A fő tevékenység a SpaceX-nek az új lángelvezető csatorna rendszer, vagy lángelterelő ároknak az építése, amihez már látszik, hogy elég sok betonvasat már oda készítettek, illetve a föld meg, vagy a talaj megőrösítése céljából folyamatosan még megy a cölöpözés, ez a cölöpfúró az, az még mindig dolgozik, viszont már múltkor beszélgettünk arról, hogy vajon hol lehet ez a lángelvezető árok majd, és tényleg egyre inkább úgy tűnik, hogy ott lesz, ahol, ahol már múltkor tippeltük, tehát ahol az a hosszú résfalazást már megcsinálták egyik oldalon. Ami még érdekesség, hogy igen, egyrészt az összes tartály most már a helyére került, illetve a két hőcserélő berendezés, ezek az érdekes, viszintes, ilyen hoddog alakú valamik, amiket ugye angol hipónak, magyaró vízilónak szoktak becézni. Ezekre szépen rákötötték most már az összes csövezetéket, illetve a két szintén függőleges kialakítású ö, szivattyút. Na, egy új helyszín, itt még nem jártunk, talán csak említettük, de még lehet, hogy az sem történt meg, de most minden esetre pótoljuk akkor ezt is. Ugyanis ö, a SpaceX tényleg egy ilyen kisebb városként alakítja ki a Starbase-t, ha már amúgy hivatalosan megkapta a nevet a Starbase. Hivatalosan bejegyezték a megyei serif hivatalnál, és azért nem jártunk még itt, mert ezt tényleg nem kezdte el kialakítani a spacex és ez egész konkrétan nem egy új tesztközpont lesz, hanem itt bizony a dolgozók, illetve az odalátogatók kedvére Szeretnék, szeretnék egy kicsit javítani azzal, hogy egy ilyen, hát egy ilyen shopping center, tehát egy ilyen bevásárlóközpontot központot és egy éttermet fognak ott kiépíteni, meg egy hát nem kisebb mint hatszintes mégarást fognak majd még felhúzni, hát felhúzni, idézőjelben felhúzni, tehát aláásni. Lehúzni. <laughs> Inkább. Igen, úgyhogy most ezeknek a földmunkái zajlanak. Nézzük meg az építési területet. Uh -huh. És azon belül is annak az elejét, tehát a Sánchez nevű részt, az elmúlt két hét az Starbizon is eléggé rossz volt, és ködös, párás, esős, hideg, szeles, mindenes volt, tehát pont a repülésre alkalmatlan, de most legalább mind a ketten bepótolták, úgyhogy most van fotódögivel, ezért is mutogatunk szép sokat. A két egészen konkrét helyét látjuk a torony, az új torony szegmensek tároló helyének. Tehát ugye itt az a, látszik, hogy a beton aljzat az meg van erősítve, és azokra is már rá van szintén erősítve az a, azok a vas lábak, amikre, amikbe szépen bele fogják ültetni a, a szegmenseket. Ha nem gondol, Cs. ez, ez csak így becsempészet, tehát, hogy ilyen dolgokat építenek. Igen, tehát ez pont egy kisebb szegmens volt, de látszik, hogy már néhány további torony elemnek már egyes részegységei már ott vannak a starbiz és ott szépen már pakogatják őket és gyűjtögetik, hiszen valamit a Kennedy-ből fognak áthozni, valamit pedig itt fognak összeállítani, és akkor úgy fogja kiépülni az összes kilenc szegmens. Amit az előbb láttunk a kikötőben, az éppen a hetedik szegmens volt, tehát a torony egyik felső része. Nézzük meg a Rock and Roll garden vagyis a Rocket garden <laughs> Jó, igen, itt, uh, itt is azért történt pár változás, hiszen most az S 28 már igazából az utolsó felkészítési fázisban tart, és viszonylag érdekes módon ráhelyezték erre a Raptor szerelőállványra, és pontosan senki nem tudja, miért, hogy most itt a hajtóművekkel kell-e valamit bíbelődni, vagy csak um, valahogy nem akarták állandóan nyomás alatt tartani a, a, törzset, vagy hát a tartályokat, és akkor ezért csüng egy darun. Már ezen a héten tervezik átvinni a párjával együtt a Booster 10 ami még a Bega -E ben van, de majd őt is mindjárt megnézzük. Látszol a kívülről teljesen készen áll a, az S28, hogy átvigyék az lehetőleg az utolsó alkalommal az indítási területre, többiek pedig a, akkor így föntről lefelé, ugye az S20, ami már nem fog repülni, az S32, S26, amivel továbbra se tudjuk, hogy még mik a cégek, mert folyamatosan bivelődnek azzal is, illetve a Booster 4, ami, ami, már biztos, hogy nem fog repülni többé, meg hát amúgy sem. Tehát akkor ez ott a Rocket Garden, és akkor menjünk a gyártási terület további részeire, és akkor, ahogy ke szoktuk balról jobbra először most már egész, egészen kicsinek látszó high bay a másik kettő óriás hangár mellett, a törzs összeszerel hangár, és itt jelenleg egészen szellősnek mondhatjuk a, a belteret, hiszen most csak az s 30 és az S31 van ebben a highbay-ben, az S30 hátrébb, és az S30 pedig itt az előtérben. Most éppen ott az, arro, az, az alsó aero elem, vagy flap körül valamit ott szerelgetnek. Lehet, hogy éppen a hőcsempéket teszik fel a élekre. Úgyhogy szerintem mi nem mehetünk is tovább a Mega b 1-be. Konkrétan most már három teljes törzsű booster, illetve egy két, egy, egy, olyan booster, ami két részben van. Hogyha balra jobbra haladunk a sarkokból és a hátsó sarkok felől, igen, ő a Booster 10, középen van a Booster 12, ami most jelenleg a legfiatalabb, teljes törzsű boosternek számít, illetve jobbra, ami nem látszik, vagy talán egy másik perspektívából pedig a Booster 11, ami már lassan két hónapja vár a sorára, ugyanott, ahol most van, tehát a jobb, jobb alsó vagy jobb hátsó sarokban, és szépen ő is valószínűleg már megkapta az összes raptor hajtóművet, hiszen ő már túl van az első kriogenikus nyomás teszteken, igen, ott látszik, ott szépen fényeskedik a háttérben. Mm. Tehát ő a Booster 11, a Booster 10 készítik fel a teszt a, a repülésre, a Booster 12 az e, azzal igazából még nem nagyon csináltak semmit hajtóműgyileg, még nincs túl a teszteken. A BOSZ 11 már készen, és ő már kapja a hajtóműveket, illetve a BOSZ 13 is építés alatt van, és vele haladtak a legtöbbet látványosság szempontjából, hiszen a metántartály szekciót is befejezték, és így már a két legnagyobb részegység, tehát az oxigéntartályt és a metántartályt magába foglaló rész az elkészült, és már csak egy utolsó végső összeillesztés kell, hogy elkészüljön ennek a törzse is. De az látszik, hogy most már nagyon komolyan, tényleg ez most már egy olyan professzionálisan kinéző hangának mondható, tehát tényleg új kultúráltan el vannak egyáltalán helyezve meg szerelőállvány, meg most már rendesen a pontot a zöld csöveken keresztül kapja, ugye folyamatosan a megfelelő gáz, valószínűleg héliumot, vagy, vagy akár nitrogént, vagy lehet, hogy csak sima ö, környezeti levegőt pumpálnak bele, vagy, vagy fejtenek át a tartályba, de ott látszik, hogy szépen ott ízlésesen el van rendezve, nem csak úgy oda van toszva, aztán akkor <laughs> vagy valahogy kapja a gázt a, a tartály. Akkor meg a B2-től nézzünk át egy kicsit, továbbra is egy lakó, de azért van, Ez Nevezet, nevezetesen a SIP 29, ami tényleg így eltörpül a meg a B-ben, hogy pedig ő sem annyira kicsit tehát 50 méter, de mégis ahhoz képest, hogy mekkora ez az óriás hangár, így tényleg itt tök kicsinek bizonyul. Ami látszik, hogy a meg a B2 is még azért építés alatt áll, és itt a tetőszerkezet vagy a tetőborításnak a folyamatos építése az zajlik még, de hát szépen látszik, hogy elég, elég nagy arányban már elkészült az is. Akkor a király. Jaj, igen, koronázási, koronázási ünnepség volt, kérem szépen, múlt héten, a hiszen a Booster 10, <laughs> <laughs> hát igen, vagy éppen a, az uralkodó avatás. A Booster 10 is megkapta ezt a speciális és ám de rendkívül fontos részegységet, ami a, ugye az angol hostaging ring, magyarul a... Magyarul Hosting ring. <laughs> a, a hajtómű kivezető gyűrű részegység, hajtomű gáz kivezető részegység, jó, és akkor... <laughs> hát igen, itt szerintem eléggé szembetűnő a fejlődés és a változás, tehát tényleg olyan, olyan sebességgel építik ezt, hogy ez elképesztő, és ez nem egy nagybani piac lesz, ami ott a fenti része látszik a szürke rész, tehát szombat délelőtt nem fognak a Mexikóiak átmenni és poncsót árulni, meg, meg takót, meg nem igen. tudom, igen. meg zöldséget, igen kaliforniai paprikát, vagy akármi, hanem ez a Star factory az új részegysége lesz, és tényleg látszik, hogy a szerencsétlen harmadik számú sátornak is pár hűt helye van, tehát olyan szinten eltakarították onnan a maradványait, mintha nem is lettek volna ott soha. Tényleg ott is már a betonajzatokat elkezdték már kikészíteni, vagy előkészíteni, és szépen majd ahogy haladnak a rendes nagy betonozással, akkor előbb-utóbb az egész plac le lesz betonozva. Igen, érdekes, hogy ennyire eltér, de tényleg úgy, ahogy úgy, tűnik, hogy ez, ez eléggé máshogy, hogy fog kinézni, mint az eddig megépített fázis, vagy részegységek. Lehet, hogy itt mondjuk az irodák, amiket K Keti Leaders is sokszor említett, hogy ez a Star Factory részét fogja képezni, tehát ott azért elég komoly irodarendszert vagy iroda komplexumot fognak ott majd kialakítani, és lehet, hogy ez lesz ilyen üvegezett rész, amit ugye annyira hiányoltunk eddig a megépült részeknél. Az biztos, hogy a megépült már fehér részben fogják építeni az orkúpokat, tehát pont azért magasított az egész, uh -huh. hogy elférjen rendesen. Akkor menjünk át az indítási területre. Hát igen, ez egy ilyen kis overview, tehát egy ilyen áttekintő kép. Tehát itt akkor kezdjük a kép leges legalján, amit talán még nem is tudnak vagy látnak a nézők, hogy miről fogunk beszélni, de mindjárt kiderül, hiszen itt zajlik azért folyamatosan a, a terület fejlesztése, meg a különböző infrastruktúrák védelmének megerősítése. Igen. Aha, igen, ez itt talán még jobb lesz. Igen, igen itt egy ilyen beton panelekből felépülő, elég, elég masszív falat húznak föl. De ami érdekes, hogy a hipok, hipoktól, tehát a hősérülő berendezésektől ilyen szép ilyen kájhacsövekkel kivezették oda a semmi közepére, meg a, a, kifolyják vezetni a, a végterméket, ami úgy általában oxigén vagy, vagy nitrogén szokott lenni még fagyott állapotban, és ott látszik is, hogy az, az ott még egy kis maradvány ott van. Ami pedig, ha kicsit még följebb megyünk a hoddog tartályok másik irányába, akkor látszik, hogy ugyanúgy a védőfal az szépen már a nyolcadik tartáig elér, tehát még egy, egy tartály azért hiányzik, az látszik majd ott a tartópaknál, de amíg megérkeztek a tartályok, addig szépen a falat meg is építették. Itt amúgy volt egy érdekes kis közjáték, mert úgy tűnik, hogy annyira gyorsan dolgoztak, hogy az egész fal így összeomlott, tehát így tényleg a, a beton ilyen morzsalékos formában maradt meg. Egy fél pillanat, és én ezt meg tudom mutatni. Elég vicces a szituáció, tényleg azt kell, hogy mondjam, tehát így, hát ilyen nem szép. Hát előferdül. <laughs> ez ez és akkor ez ilyen lebontós, újrakezdős. Igen, ez egy továbbra is rejtélyes része a, az intási területnek, továbbra is, is fogalma sincs senkinek, hogy ez mi lesz, ahogy mindig mondjuk ez is, majd pár hét múlva talán kiderül. Még az egy dolog, hogy mi nem tudjuk, de ez tőlünk sokkal szakavatabb, szak, szakavatattabb avatottabb. Azaz, szemek sem tudják nagyon, hogy mi a túró folyik ott. Viszont annál több minden zajlik a szuorbitális tartálypark területén, ugyanis egyrészt az óriás darult, a smoothcore szétkapták, de látszik még a kép bal felső sarkánál, hogy úgy tűnik, hogy újra elkezdték összerakni. Ami érdekesség még, hogy a tartályparkot is elkezdték szétszedni, legalábbis egyes részeit elbontották. Mondjuk itt, igen, itt látszik is az egyik képen, hogy, hogy szépen az egyik tartályt, azt uh, már SPMT-re is, tehát ilyen szállítójárműre is tették, és el is szájtották onnan, lehet, hogy átvitték a messzi szájtra, azt nem tudom, de még egyet szintén leemeltek a helyéről, viszont az egyelőre ott maradt. Uh, és érdekes kérdés ez is, hogy itt most pontosan mi is a, a célja a SpaceX-nek, hiszen, mint említettem, a, a a tesztpad, tehát ami ott a kép fel, tetején látszik, vagy felső részén, az ott egyelőre úgy tűnik, hogy marad. Itt azért látszik, hogy a, a beton alapzatot eléggé komolyan ilyen több centi vastag vas panelekkel fették be. Hát itt azért látszik, hogy ezt elég komolyan itt megörösítik, de hát mondom kell is a hő meg a mindenféle egyéb hatások miatt. És ugyanez vonatkozik igazából az indítóállásra állásra magára is, tehát ott is ilyen újabb védőborításokat, ilyen elég vastag és masszív vas lapokkal szerelték fel a magát az inító platformot is, meg ugye a gyors leválásukarnak a kis házát is. Igen, ott még rossz majd lefújják, de az egy, például ez egy új panel már, egy új vas lemez. Csiribú, csiribá, két indító állás van. Igen, ezt szeretnénk hangsúlyozni, hogy ez nem biztos. Tehát ez, ez a NASA Spaceflightnak a fantáziának a szüleménye, de amúgy egész jó jól néz ki szerintem ez, a, ez, az illusztráció, hogy szerintük hol lesz majd a második indító torony, meg a indító állás így összességében. Tehát ők, 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 is úgy tippelik, hogy a, a szuborbitális tartályparkrész rész marad a helyén, és tényleg egy teljesen új föltöltet fognak majd kiépíteni a második olm -nek. Amint mondtam, ez mindenképp a, a harmadik repülés után fog elkezdődni. Tehát történjék bármi, az biztos, hogy most már így a második repülést, azt meg, bocsánat, a harmadik repülést megvárják, és csak utána fogják majd megkezdeni a, a föltöleteknek a, a kialakítását. Bárhogy hogy ott látod ott azért nem tudom, hol vannak elvezetve a vezetékek mondjuk. Tehát akkor a mostani földi kiszolgáló egység látná el a második indítóállást is? Mert hogy, mert hogy ott nem, hát igen, ez, ez, jó ez, ez, a tervez nagyon nem azt irányozza előre, hogy a most megl meglévő szuborbitális tesztterületet alakítanák át úgy, hogy odahoznak olyan felszerelést, hogy az mondjuk ellássa a második indítóállást. Mert, a, mert akkor bőven-bőven innen ebből a nézetből jobbra kellene, hogy elhelyezkedjen. Tehát... Vagy hát én még azt tudom hogy úgyis úgyse fogják egyszer a kettőt használni, tehát amikor az egyiken karbon tartanak, a másikat használják, és akkor mégis az egy orbitális tartálypark ugye a hordok tartályokkal elég mm. lesz. Tehát először például be fogják építeni majd a, az inverzuhany, tehát magát a aktív vízütés és acélpalzsot, és akkor utána fogják valószínűleg majd a csővezetékrendszert majd szépen oda vezetni. Tehát mm. egy kicsit Kicsit logikusabban tudják, de hát persze ez, ez az egész erről szól, hogy megtanulják, hogy mit kell kiépíteni, meg hogyan, és másodjára pedig sokkal egyszerűbben fogják már tudni kivitelezni az egészet. Tényleg, bárhogyan is nézzük, ez lenne a logikusabb megoldás, hogyha ide helyeznék valahova a mostani indítóállást, vagy a, bocsánat, a második indítóállást, és akkor ugye ezt a már meglévő területet konvertálnák át mondjuk ennek a kiszolgálására a megfelelő tartályparkkal. És akkor nem kellene vezetékezni most ahhoz, hogyha tényleg valahova ide tervezik, vagy épülni fog majd a másik, uh -huh. vagy legalábbis a NASA Space Life szerint. Hát akkor, uh... ja, én továbbra is tartom ezt a tippemet, hogy, hogy ott lesz valahol, és nem uh -huh. hiába kezdték el elbontani például az a jelőpadot is, uh -huh. nem is elkezdték, hanem el is bontották rögtön. Meg itt azért az, hogy a szuborbitális tartálypakt néhány elemét is már elkezdték leszedegetni, hiszen nem az se véletlen. Tehát az sem simán csak karbantartás, hanem egész egyszerűen elkezdték szétkapni, és csak a legminimálisabb infrastruktúrát hagyják ott, hogy amíg a Messi site nem épül ki, addig tudjanak statikus hajtóműt tesztelni. Aztán majd, amikor a Messi site kész van, akkor úgy, hogy van az egészet, át, elkezdik átalakítani de hát ez megint csak mondom a harmadik indítás után lehet legkorábban. Persze pontos dátumot azt nem mondtak, de, de ugye a február közepet, tehát mondjuk így pár héten belül már jöhet az indítás, de hát persze azon a, addig azért elég sok mindenek kell tölteni, nevezetesen úgy át kell vinni a két fokozatot teljesen kész állapotban az indítóállásra, végre kell hajtani egy főpróbát le kell szedni ugye a sipet, hogy, a, ugye az FTS, tehát a Flight Termination Systemet, a vészpek rendszert élesítsék rajta, de meg hát ugye van egy bizonyos FA is, akinek a repülési engedélyt ki kell adnia, legalábbis a, a módosított repülési engedélyt, ami majd a harmadik indításra szól, hiszen egyelőre, mivel nem operatív jellegű a Starship, tehát nem üzemszerűen működik, ezért minden egyes indításra külön repülési kell, ami az előzőnek mindig egy módosított verziója. De az biztos, hogy a SpaceX a maga részéről ezt a második repülési, mondjuk úgy forgatókönyvet, vagy inkább ilyen jegyzőkönyvet, azt átadta a hatóságoknak, és most az, hogy az FA-nek a feladata, hogy azt átért, vagy kiértékelje, és annak alapján, a, meg alapján megadja az engedélyt majd a harmadik repüléshez.